Aranyos Bence, bár még csak ötödikes, mégis tisztában van azzal, hogy mennyi apró dologgal tehetünk környezetünk védelméért. Menjünk biciklivel, nem mindig kocsival, meg így gyalogoljunk. Meg hát mi is a nagy bevásárláskor szoktunk kocsival menni. Azért, hogy a diákok teljesebb képet kapjanak a tudatos környezetvédelemről, az Európai Mobilitási Hét keretén belül előadást tartottak nekik Közlekedj Ökosan címmel. Az embereknek a mobilitását megpróbáljuk nagyon takarékos irányba terelni, hogy ne fogyasszuk a pénzt ugye, üzemanyagon keresztül, meg ne fogyasszuk egymás idegeit a dugókkal, az autósorokkal, és a környezeti elemeket se károsítsuk. Na most ezt együtt, csak együtt lehet megcsinálni. A Gaja Környezetvédő Egyesületen kívül a levegő munkacsoport és a város önkormányzata is teljes mellszélességgel támogatja az ehhez hasonló programokat a gyermekek környezettudatosságra nevelésének érdekében. Konkrét fejlesztések egyrészt ilyen támogatásokkal, amit nyújtott a város is erre a mobilitás hétre, tehát ezeket teljes mellszélességgel támogatjuk, hogy legyen alkalom megrendezni, hogy az ifjúságnak a hozzáállását, illetve ismeretanyagát bővítsük ez ügybe, illetve tevékenyen pedig, hogyha kerékpárutakat és olyan közlekedési módokat tud megteremteni, amelyek csökkentik a környezetre való hatását. A 10. mobilitási hét részeként egyébként arra buzdítják a szurkolókat, hogy kerékpárral érkezzenek a Videoton Zalaegerszeg labdarúgó mérkőzésre. A stadionban őrzött kerékpártároló várja a bringásokat.